Ebből a történetből mindez hiányzik. Amit azonban látni fognak, az igaz. Antonella Baldi, a neve olasz, nemzetisége svájci, ő is távirász. Fedőneve... És hadd mutatkozzam be magam is. Radó Sándor vagyok. Foglalkozásom földrajztudós. Mutatkozásomat hallva megkérdezhetik, miként lett egy földrajztudósból hírszerző. Területeken. Így kerültem a munkásmozgalomba. A 30-as éve Szövetség központja. Geopress néven térképészeti sajtóügynökséget nyitottam. A vállalkozási Hungeri és média összevonásával indított a Spartot állami. Apa, beszélni szeretnék veled. Most dolgozom. Akkor ide kell. Az én könyvelésemben még egyetlen ellenőr sem talált hibát. A múlt alkalommal is... Hozzá. Hányszor mondtam, hogy ellenzem az e-féle találkozókat? Tudod, milyen erőszakos, őrülten fontos, pokolian fontos.
Képzelje, Taylor közölte, hogy a barátja, akitől azok a fantasztikus információk. Hát éppen ez az. Taylor barátjának épp az a kikötése, hogy meg akarja őrizni az inkognitót. A rémek itt vannak körülöttünk. Ellenük harcolunk. De részletekig menően pontos információkat szerzett a németek terveiről, hadmozdulatairól. Már ennyi idő. Jelentem, ezt találtuk. Magának mi a véleménye, Sharp? Maga a szakember. Hát, lehet oszcillátor is.
Régóta nem járt itt nálunk. Ha nem kerültem összeütközésbe a svájci törvényekkel. Ha nem így lenne, bizonyosan nem itt beszélgetnék. Nem tudom. Talán utazzék haza és érvényesítesse az maradni az irodámba, hogy aláírja csak a szerződést. Mi volt a rendőrsége? Képzelje. Ebben a villában meg nem fognak keresni. Aki 10 évig nem volt odahaza, az elveszíti az állampolgárságát. És eddig nem volt érvénytelen? Eddig nem tört. Ezt a szamárságot ki fogjuk védeni. Nem szamárság ez, Léne. És itt volt ez az adóellenőrzés is. Félek szimatot fog. Van az én Sándor barátomnak valami tehetősebb rokona odahaza? Akkor mindjárt le is adom. Mit gondol, Radó úr, mi lesz velünk? Maga még reménykedik? A sajtónál dolgozik maga, és tudja, mi a helyzet. Magam adtam le a hírt. Az angol...
dolgozunk? Már csak beszélgetünk. Kitűnőek a térképei, Radó úr. Megbízhatóak és... megsértődött, hogy egy civil, egy idegen kioktat egy svájci vezérkari tisztet. Ó! Meg is sürgeti azt a Paulo féle útlevelet. Nem felejtettem el, majd holnap átmegyek Bernbe. Remek. Jelenteni fogom. Tehát Como, Luigi Cagliari szabó műhely. Dolgozik. Az anyag, amit továbbítanak, igen nagy mennyiségű. Természetesen minden táviratot lejegyzünk. Helye. Ellenberg Brigádenführer úrnak. A német elhárítás megtisztelő fontosságot tulajdonított nekünk. A biztonsági... Kedvenc márkám. Svájc semlegességét nem értékelik egyértelműen a főhadiszt. Tudom, a semleges Svájc nem tűri, nem fogja tűrni a státuszával össze nem férhető tevékenységet.
A Führernek. Én rendületlenül bízom benne, hogy megtaláljuk az együttműködés adekvát módját. Elvitték. Kik? Hát ki. Hát azok ott. Bár bizonyos összefüggések felismerhetők a rendszerben, egyelőre még a gépek segítségével sem sikerült megtalálni. ...1899-ben. Az 1919-es tanácsköztársaságban fontos katonai... és főrészvényese. Figyelemre méltó pályafutás. Azt hiszem érdekes. Tejtű vezértábor, nagy az OKV főparancsnoka, és a birodalom számos más vezetője. A csapatok tisztel... Úgy fajt a fejem, de úgy, hogy az rémes. A déli szél már kislánykoromban is kikészített.
Nem véletlenül. Hogy, hogy? És az akkor előbb végez? Ha maga jön, én mindig úgy osztom be a jó maguknak. Gondtalanul élnek. Könyvekkel foglalkoznak, fodrászhoz járnak. Kínoszták. Erről ne beszéljünk. Szegény fiú. Saját szerszámaival, reszelővel, az emelő rúdjával, meg a francia kulcssal. És a táborban? Erről nem szeretek beszélni. Mit mondjak még? Mennyit szenvedhettél? És Olaszország között. Az afrikai fronton gyors ütemben bontakozik ki a szövetség. Sisi Lucerni emberek küldte ezt az információt. Figyelj csak! Stalingrádtól délkelet. Meg lehetne lepni a németeket. A hír, amit sürgősen megtáviratoztam, felkeltette de sikerült pontosan válaszolnunk.
Vajon mi történt? Váratlan látogatót kapott. Kit? Eszembe jutott. Hát akkor gratulálok a kitüntetés. Nap vettem a központtól az üzenetet. Lenin rendet kapott. Derék, bátor emberek. Önként vállalták a harcot, de most... Nem, lássa be, hogy én ebben nem segítem. Ő az? Ő. Köszönjük, hogy el... Megfeledkezett mindenki rólunk. Az Isten nem feledkezik meg rólunk. Fütyülök az Istenére, abbé! Az a baj, hogy... Az abbé más. De annak mi haszna, hogy mi itt vagyunk? Semmi. Maguk erőket kötnek le, és ez úgy... Elindult a szovjet ellentámadás. Az egyik ága a harapófogónak erre, a másik... Katonáink megtörték a Sztálingrádtól északra bekerített ellenség ellenállását. Nella, tudod, hogy nem beszélhetek. Erről nem. Bocsáss meg.
Talán mégis jobb lenne, ha nem találkoznánk többet. Nem? Miért? Félek. Tudod, hogy én még sose voltam szerelmes? Ha bajba kerülnék. Haladéktalanul ki kell. Csoportja. Kezdje meg a bemérés Svájcban. Az F csoport gondoskodjék a felszerelésről. Még valamit? Semmit. Elmehet. A meccés pont. Boászi úr, hogy nem ülnek a nyakukon a németek. Bezzeg nálunk úgy nyüzsögnek, mint eső előtt a hangyák.
mint az a két német. Olyan fura pasik. Turistának vannak öltözve, de de egy más ügyben sürgősen kéne találkoznunk. Aggasztó felfedezést tettem. Beszélünk, be akarnak mérni bennünket. Kik? Hol? A határon túlról is, és közelebbről is. Természetesen. Tessék, ez itt a legújabb. Direktornak Olgától. Na tessék, Olga is van. Március 31-től menetkészen áll. Elképesztő információk. Ez csak... Mi tényekkel és adatokkal dolgozunk. Nem ilyen egyszerű, brigárezredes úr. Én szeretném megelőzni a gest... Ezekről beszélek. Ilyenekről nem tudunk. Biztos voltam benne, ha tudnának rólam.
Ez csak a fele annak, amit a központ kért, de nem tudtam többet összeszedni. A keleti front középső szakaszán az úgynevezett Kurszki kiszögelésben akartak döntő csapást mérni a szovjet erőkre. Kaszának mely pontján kellene a német támadásnak kezdődnie? Milyen erőkkel és milyen irányban de távirataink egy részét ekkor már az ellenség is el tudta olvasni, és amit ebből megtudtak,
Most lettem, mindenféle ismeretlen férfi randevút kért tőlem. Tréfál? Sajnos nem. Alex kér... Nem tudom, kivel beszélek. Nem. Őt se ismerem, jó éjszak. Alex, tudja miért? Amikor ez a pasas először telefonált, azt mondtam neki, nem tudom adni a férjét. Nem fogja megérteni. Ezek a mi szempontjaink, és nem az ő szempontjai. Inkább kérjen a központ... Vedd meg és megadjuk hozzá a kezelési utasítást. Tampet sur la maison, Zseber kiadó. Aláírás direktor. Megviseltek az események is. Nem volt könnyű ez a hét esztendő. De mivel szolgálhatom? Istenem, ilyen fiatalok voltunk. Tele reménye. Én vagyok az aspiráns. Nem hallott róla? Honnan hallott? Vagyok, uram, mit akar tőlem? Persze, hogy térképész, Radu úr. Értjük mi egymást, hiszen ismer engem.
Kész okom annak a tüneményes feleségének. Ránk akartak ijeszteni. És az a telefonáló Sissinél. Nem is mondtam Jim. Mindig is ilyen volt. Azt hiszi, a horog érdeme, ha ráakad a hal. Na, együnk. Itt Moszkva beszél. Ugyancsak ma a Cseppei és a Voronyezsi arcvonal haderői meg... Ez ellenkezett volna a történelem dialektikájával. Jól van, tudós ember, de mi csak fel. Akcióról. Cigarettát? Inkább a magaméból, ha megengedi. Szervezze meg a rádió bemérést. Frisz hadnagyot ajánlom. Önre bízom. Figyelnek. Miből gondolja? Tegnap feljött egy férfi. Azt mondta, hogy az elektromos... Állandóan a sarkában voltam, és veszekedtem vele, hogy azonnal hagyja el a lakást. Nagyon helyesen viselkedik. Thank you.
Még 10 percig maradjon, és csak aztán induljon el. És figyeljen, nem követ. Neki így kell válaszolnia. Hát mi most valami ilyet játszottunk. De még azt sem tudtuk bizonyosan, hogy ki az ellen. Érdekel a svájci rendőrség! Maguknak az a feladatuk, hogy megakadályozzák. Péter semmiképp se engedje a lány Genfből. Ez az egyetlen biztos szál. És rendszeresen kérek jelentést. Jó estét, felügyelő úr. Az emberek elfoglalták a helyüket. Az akció indításra kész. Várjuk meg Friss hadd. Indítjuk az akciót. Emil Lehmann, letartóztatom.
hozzá ezek az oroszok. Fantasztikus, nem? Most mondja meg nekem, jó ez nekünk, Radó úr. Gából származtak volna. És egyáltalán miért késik a francia partra szállás? Ezt én se értem. Olyat kémek mondanom se kell. Világos. Ha ez így megy tovább, holnap után a kozákok a genfi tó. Lehetőségben van még. Neki is. Kérni akartam, Jim, és vigyázzon magára, nehogy maga is megbetegedjék. Felügyelő úr, itt nem találtunk semmit. Akkor folytassák itt le. Igenis. Miért? Nincs semmi. Jól érzi magát. Nagyon jó. Felügyelő úr, nézze csak! Próbálja kideríteni, hogy került ebbe a kórházba. Értesíteni kell őket, hogy ne bízzanak ezekben az orvos. Minden esetre rögzítsék az összes elfogott táviratot. Hát, ha ismét az ölünkbe... Vállalat. Nem megyek be veled, mindent tudsz. Na, szervusz.
forduljatok. És te hol leszel? Azt még nem tudom. Értem. Ugyanezen a napon. Megvárod, amíg besötétedik, és hazaviszed a kutyát. Azért a biztonság kedvéért odadom a kabátom is. Ott nem. Ilyen olcsón nem adjuk. Hírszerzőink dolgoznak, és van még kapcsolat. Taxitlop, nyakuk le hozzá a rendőrséget! Ne kiabáljon, Albert! Inkább nézze meg a kesztyűtartót! Más helyet keresni, akkor talán időt nyerünk. Megpróbálhatom, bár azt hiszem, egyelőre én még nem vagyok veszélyben. Miért hallgat ma ilyen ez az ember?
Esett Genfbe, hazaküldtem Bázelbe a szüleihez. Hát ez az. Ismeri ezt a nevet, hogy Hans Peters? Fel ezt a számot. És keresse Jimmet. Más valami? Menjen el a klinikára Lénéhez. Mondja meg neki a címet és a... Munkában az emberünk. Akkor kezdjük. Akció indul. Az Isten itt. Mi ez? Köszönés nélkül berontani egy idegen lakásba. Ne komédiázz! Felügyelő úr! Nem akartuk még zavarni, de elfogtuk a központjuk egyik táviratát, amelyben a direktor utasít. Szovjet hírszerző csoport vezetője. Biztosíthatom, hogy most hallom ezt a nevet először.
Tiéd a sajtból a luk. Mi újság? Újra ad a trojka. A maguk csoportjának a vezetője. Én semmilyen csoport. Mondjon el mindent, és mindkettőjüket elengedjük. Kérem, én újra elmondhatom. Nevem Emil Lém. Honnan veszi, hogy beszélgetünk? Köteles vagyok minden férfit ismerni, aki az utcán. Iratoztak. Moszkvába. Nem táviratoztunk mi senkinek. Na, ne nevettes. Ki az a Hans Peters? A vőlegényem. Na végre. Tehát maga a Gessler. Hans Peters 31-be települt át. Svájcba az apjával együtt, aki ma is jó egészségnek. Legjobb, ha őszintén elmond mindent. Beismeri, hogy hírszerzéssel foglalkozott. Minden nap elfelejti. Most mi?
Ha kilépsz innen, abban a pillanatban elfognak. Nincs jogod ahhoz, hogy feladd magad, hiszen... Hónapok teltek el. A németek minden fronton visszavonultak. Csapdába, amit a svájci elhárítás állított. Szabadon szerettük volna megérni a győzelmet. Hogy van, Stoke? Remek. Láthatja, még meg is híztam. Egyébként nem tudom, tudja, hogy a gestápó már a nyomában volt. Avval, hogy kivontuk a forgalmat. Kórházba szállítatja őket. Mikor? Nem tudom. Csak annyit mondott, hamarosan. A lakásban mindenkit letartóztatni. Ellenállás esetén ne használjanak fegyvert, élve van rájuk szükség. Igen. Bocsánat, uram. Nem tudnának segíteni? A gyújtással lehet valami baj találni? Sajnálom, uram, orvos vagyok. Most már jó kezekben lesznek. Jó napot kívánok!
a gyerekek tudnák, hogy hol vagyunk. Srácok is vannak? Kettő. Két fiú. Filmből látták, ezt a kalandot is megúsztuk, de ezzel még a történetnek nincsen vége, hiszen... Budapesti Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem tanszékvezető professzora. 23 nemzeti atlaszát, megbízást kaptam az olyan világhírű atlaszoknak a szerkesztésére, fasizmus elleni élet-halálharc kulisszák mögötti titkos küzdelmére némi fényt derít. Éppen úgy, mint ahogy egész életemben kiálltam a szocializmus, a kommunizmus mellett,